Sziasztok! Itt vagyunk a Life 1 Nyugatiban, ahol olyan fantasztikus órák vannak, mint például a kickbox aerobik, és erről nem más, mint Gárdos Bence fog nekem bővebben mesélni, hogy mit is kell tudni erről az óratípusról, mennyire nehéz, és bírni fogom-e, mert hogy én is be fogok állni és kipróbálni. Sziasztok! Mindenképpen bírni fogod, én mindig azt ajánlom a vendégeknek is, mert mindenkinek, hogy mindenki a saját szintjén csinálja az órát. Tehát, hogyha valaki jobban el van hízva, gyengébb kondícióban van, az is jöjjön be nyugodtan órára, legfeljebb nem fog úgy ugrálni, vagy valami könnyített feladatot fog csinálni. Hogyha a koreográfia nem annyira megy, ami egyébként egy nagyon egyszerű koreográfia, hogy mindenki könnyen meg tudja csinálni, annak is csinálhatja egy könnyített verzióját. Szóval nálam az az elsődleges, hogy biztonságos keretek között, de érezze magát jól az ember, aztán majd, ahogy halad az edzésben, egyre jobban és tehát egyre nehezebb gyakorlatokat is meg fog tudni csinálni. Én úgy sejtem, hogy ez egy eléggé zsírégető óra lesz. Jól sejtem? Ezt te nagyon jól sejted. Ez brutálul az lesz, igen. És inkább fiúknak vagy lányoknak javasolnád? Mert ugye a kickbox az olyan férfias, de egy aerobik, az meg ugye olyan csajos. Igen. Hát főleg csajok járnak, tehát hogyha valamelyik férfi szeretne gyönyörködni a lányokba, akkor mindenképpen ajánlom az órát egyébként, ebből a szempontból is, egyébként fiúk is szoktak járni. Igazából itt ütni-rúgni, csak a levegőt püföljük, hogy ne legyen olyan unalmas az óra, hogy végig csak ugrálunk karfeldobálással, tehát itt egymás nem püfölik le a vendégek, úgyhogy nyugodtan jöhet bárki, aki attól félne, hogy itt le lesz rúgdosva, vagy kék-zöld folt lesz, nem lesz. Ha esetleg mondjuk megtámadnak az utcán, akkor én meg tudom védeni magam az órád után? Lesz annyi tapasztalat? Hát egyrészt fáradt leszel, úgyhogy inkább azt nem mondom, hogy fuss el, mert nem fogsz tudni elfutni. Szerintem add meg magad. Ott nem tudsz már mit csinálni. De ez nem erre való egyébként. Tehát ez egy zsírégető állóképesség fejlesztő óra, és itt nem harcolni tanul meg az ember. De azért jó lesz kiadni az erőmet, és ugye legalábbis a levegőbe oda képzelni az ellenségemet, akit nagyon utálok. Igen. De köszönöm szépen! Szívesen! Sziasztok! Hát most ért véget az óra, és szerintem látszik is, hogy nagyon elfáradtam, de nagyon jól éreztem magam. Tényleg őszintén mindent beleadtam, és a legnagyobb ellenségeimet is oda képzeltem magam elé. Nagyon jó stresszlevezető, és nagyon jó zenék voltak, úgyhogy tényleg őszintén ajánlom mindenkinek Bence óráját, akár itt a Nyugati Life 1-ben, akár pedig az Alléban, hogyha mentek. Kövessétek továbbra is a fit24.hu-t a Facebookon és a YouTube csatornánkon is. Sziasztok!